Ünnepségén. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyarok Kenyere Alapítvány az idei évben is megszervezte a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program keretében a búza adományok gyűjtését. A program a Kárpát-medencei magyar gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú összefogása. Magyarország teljes területéről és a Kárpát-medence magyar lakta településeiről ajánlanak fel búzát a gazdálkodók. A felajánlott búzából liszt készül, amely határainkon innen és túl működő gyermek és családsegítő szervezetek részére kerül majd átadásra. A jótékonysági mozgalom Pécsről 2011-ben indult professzor dr. Korinek Lászlótól, ahogyan ő fogalmazott, egy illően megterített friss kenyeret és némi jóféle fröccsöt is bíró asztal mellől. A friss kenyer látványa volt, mely eszébe juttatta azt, hogy a kenyér alapját adó búza vajon mely ország részben termett, illetve azt is, hogy hány sanyarú sorsú család és gyermek asztalára nem juthat naponta elegendő betevő kenyér. E gondolatok nyomán mára a program társadalmi bázisa évről évre szélesebb, a felajánlók száma folyamatosan növekszik. A kezdeményezés megbecsültségét mutatja, hogy a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programot példaértékű nemzetegyesítő szolgálataiért 2018. szeptember 29-én magyar örökségdíjjal tüntették ki. Első alkalommal, de mindenképpen hagyományteremtő céllal 2014. július 26-án szervezte meg a Jászna-Kunszolnok megye a Magyarok Kenyere program keretében a megyei búzagyűjtő naphoz kötődő ünnepét. Hubai Imre Csaba vármegyei elnök úr, aki ezen vármegyei ünnepségek, illetve az ünnepi program létrehívója fogalmazta meg akkor, de valljuk ma is, hogy a nemes célra felajánlott búza összegyűjtése, illetve az adományozó gazdák olyan megbecsülést érdemelnek, melyet méltóképpen megrendezett ünnepségeken kell kifejeznünk. Mivel a vármegye minden településének gazdái segítik évről évre a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programot, minden évben más-más települést kért fel a Magosz vármegyei elnöksége házigazdának. Első évben Kenderes, majd Jászapáti, Kunszentmárton, Kisújszállás, Abátszalók, Szolnok, Törökszentmiklós, Karcag, Mezőtúr, Jásztelek, Kunhegyes, 2023-ban Nagykörű és Tiszafüred adott helyszínt a megyei ünnepségeknek. Az idei évben pedig Tiszaszent Imre, Tiszarof és Tiszajenő települések a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program vármegyei házigazdái. A mai rendezvényünkön engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem távollétében dr. Orbán Balázs urat, a miniszterelnök politikai igazgatóját, aki hivatali elfoglaltságai miatt nem tud jelen lenni. Köszöntöm továbbá F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő urat, Hubai Imre urat, a Jászna-Kunszolnok vármegyei közgyűlés elnökét, dr. Berkó Attila főispán urat, Jászna-Kunszolnok vármegyei kormányhivatal vezetőjét, Szabó Endre urat, a közös agrárpolitika és nemzeti agrártámogatások végrehajtásáért felelős Magyar Államkincstár igazgatóját, Horváth Vivien úrhölgyet, a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program programvezetőjét, Kocurné Tóth Ibolya asszonyt, Tiszaszent Imre polgármesterét, a mai rendezvényünk házigazdáját, Fodor Gusztáv urat, Tiszaszent Imre megválasztott polgármesterét, Veres Zoltán címzetes esperes urat, Hubai Imre Csaba urat, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jászna-Kunszolnok vármegyei szervezetének elnökét,
Fazekas Szabolcs urat, Tomaj Monostor a polgármesterét, a 2025. évi Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program egyik házigazdáját, Bári Ágnes asszonyt, Nagy Ivány polgármesterét, a 2025. évi Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program egyik házigazdáját, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jászna-Kunszolnok vármegyei szervezetének megjelent alelnökeit, a Települési Agrárgazdasági Bizottságok és vármegyei gazdakörök megjelent képviselőit, a megjelent polgármestereket és jegyzőket, dr. Virágos Gábort, a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ régészeti főigazgató helyettesét, a Nemzeti Régészeti Intézet igazgatóját. Köszöntöm továbbá a sajtó képviselőit, és tisztelettel köszöntöm a mai rendezvényünk minden kedves résztvevőit. Rendezvényünk kezdetén kérem, énekeljük el közösen a himnuszt. Felkérem Huba Imre Csaba urat, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magosz Jászna-Kunszolnok vármegyei szervezetének elnökét, a Magosz országos alelnökét, hogy köszöntse a rendezvényünk résztvevőit. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelt Tiszaszent Imrei gazdatársak, tisztelt Tiszaszent Imreiek! Nagyon nagy tisztelettel köszöntelek benneteket a mai alkalommal. Valamennyiünk nevében tisztelettel köszöntöm a már elhangzott részkorban lévő meghívottakat, és megkérem, hogy érezzék jól magukat, és a itteni helyen próbálnak beilleszkedni a csapat jelenlévő tagjaival a beszélgetésbe. Tisztelt jelenlévők! Itt Tiszaszent Imrén, a mellettünk lévő református templom udvarában van Szent Imre hercegnek 1000 év után felállított mellszobra 2007-ben, ami tulajdonképpen ennek a térségnek az egyik legfontosabb emlékező dolga, illetve emblémája. Tisztelt gazdatársak, tisztelt jelenlévők! Itt a Tisza mentén mindenképpen az a célunk, Tiszafülettől a Vátszalókon keresztül Fegyvernekig, hogy a tiszamenti települések Tisza által, a természetes erőforrása által a Tisza vize, a Tiszató vize
ellátja, illetve ellátta valamikor ennek a térségnek a élethető vízzel a megélhetési lehetőségeit, és most a közeljövőben megvalósul ismételten ennek a megújuló természeti erőforrásnak a élethez igazítása, illetve a felhasználása valamennyiük javára. A termőföld, mint megújuló természeti erőforrás, a Tiszavize, a Tiszató megújuló természeti erőforrása, az emberi gondolkodás, az emberi munka, a hagyományok, a több ezer éves hagyományok mindenképpen arra köteleznek bennünket, hogy térségünkben igyekezzünk a jelenlegi helyzetnek megfelelően felzárkózni, felismerni a lehetőségeinket és alkalmazkodni a környezethez azért, hogy a települések, a környezetben lévő tiszamenti, nagykunsági települések megtartó ereje növekedjen, stabilizáljon és valamennyiünk javát szolgálja. Ez a mai rendezvény is azt szolgálja, hiszen a magyarok kenyere, a 15 millió búzaszem szemlélete összetartó ereje valamennyiünk számára olyan élményt jelent, kenyeres pajtásként is, hogy az összetartó erő valamennyien úgy gondoljuk, hogy nehéz helyzetben is átsegít bennünket, összetartozásunkat erősíti, és úgy gondolom, hogy nagyon jó helyen vagyunk ma ilyen szempontból, és az elkövetkező időben megjelölt helyeken úgy szintén. Azt kívánom, hogy a mai napon mindenki érezze magát jól, tartsuk meg a kapcsolatainkat, erősítjük a kapcsolatainkat azért, hogy a jövőben minél jobban a megélhetésünk, a lehetőségeink kitáguljon, és az európai nagyságrendben, az európai népek közében mi is megfelelőképpen, megfelelő színvonal tudjuk élni az életünket. Kívánom, hogy érezze magát mindenki nagyon jól, és jó egészséget kívánunk valamennyiünknek. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen elnök úr szavait! Most pedig tisztelettel felkérem Kocz úrné Tóth Ibolya polgármester asszony, Tiszaszent Imre polgármesterét, a mai rendezvényünk házigazdáját, valamint Fodor Gusztáv megválasztott polgármester urat. Köszöntőjük megtartására! Képviselő úr, elnök urak, főispán úr, igazgató úr, programvezető asszony, polgármester asszonyok, polgármester urak, nagy tiszteletű lelkész asszony Esperes úr, tisztelt jelenlévők, kedves gazdák, kedves vendégek! Önkormányzatunk nevében nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a vármegyei búza gyűjtő, búza összeöntő ünnepségünkön. Ismételten köszönetet szeretnék mondani a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program ötletgazdájának, a program lebonyolításában résztvevőknek, a Kárpát-medence gazdatársadalmának, és engedjék meg, hogy kiemelten Tiszaszent Imre és a környező települések gazdáinak, hogy búza adományaiknak köszönhetően 2011 óta minden évben több tízezer honfitársunkhoz jut el a gazdák nagylelkű búzából készült liszt adománya. Köszönetet mondok Hubai Imre Csaba úrnak, a Vármegyei Agrárszervezet elnökének, hogy immár második alkalommal részesei lehetünk ennek a magyar értékdíjjal kitüntetett programnak. Két alkalommal jöttek el hozzánk, és kaptak betekintést a mi életünkből. Valóban igaz, hogy Tiszaszent Imre, Újszentgyörgy nem kiemelkedő természeti adottságú település. Nekünk sokkal nagyobb értékeink, kincseink vannak. Ez pedig a településért tenni akaró emberek, az általuk létrehozott évezredek során szellemi értékek, tárgyi emlékek és az épített örökség. Van egy közmondás, ha valaki nem tudja honnan jött, akkor nem tudja hova megy, mert nem tudja, hogy hol van. A mi felelősségünk, hogy a hagyományainkat, értékeinket őrizzük meg, hiszen ettől vagyunk Szent Imreiek, hagyományaink és értékeinktől vagyunk magyarok. Nagyon sok kincsünk van, mint mondtam,
ezeket szeretnénk bemutatni. Üzenete és értéke van annak, hogy ketten állunk a színpadon Fodor Gusztáv megválasztott polgármester úrral, mert szeretnénk láttatni, hogy Tisza Szent Imrén hogyan kapcsolódik a jelen, a múlttal és mutat a jövő felé, mert ez a mi feladatunk. Biztos vagyok abban, hogy polgármester úr azon az úton és értékek mentén fogja vezetni a települést, mint amely értékeket az elmúlt 18 évben létrehoztunk. Polgármester úrral több mint 10 éve dolgozunk a településért. A leghivatottabb, hogy kincseinket bemutassa, mert nagyon sokat tesz a szellemi értékek, a tárgyi emlékek, az épített örökség megőrzéséért. Örömmel adom át utódomnak, előttem az utódom, polgármester úrnak a szót. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen, kedves polgármester asszony, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt gazdák. Tavaly volt 30 éve, hogy a világhírű angol zenész Sting kiadta a Fields of Gold aranymezők című dalát. 13 éve élek Tisza Szent Imrén, azóta mindig ezt tapasztalom. Minél többet ismerek meg a település múltjából, annál jobban érzem, hogy én is aranymezőkön járok. Tisza Szent Imrén és Újszentgyörgy az aranynál is értékesebb települések, egy kiválóan működtetett vármegyében, remek szomszéd településekkel, értékeket hordozó vezetőkkel, polgármesterekkel, értékes múlttal, és bízom Istenben, hogy rajtunk keresztül, az új generáción keresztül reményteljes jövővel fog bennünket megajándékozni. A választási győzelmem óta a legfontosabb kérdés a számomra, hogy Szent Imre és Újszentgyörgyi viszonylatban hogyan tudom ezt a reményteljes jövőt szolgálni. Bevallom, nagyon jókor jött miniszterelnök úrunk tusványosi beszéde, hiszen minden olyan iránymutatást, kapaszkodót megkaptam, amely segít eligazodni ezekben a globálisan változó, viharos és veszélyeket hordozó háborús időkben. A tusványosi beszédben hallhattuk, hogy egy nemzetnek a nagysága abban áll, hogy képes-e valami tőle nagyobb, önmagánál nagyobb, magasabb célt szolgálni. Magyar nemzetünk viszonylatában három magas cél került megnevezésre: Isten, haza és a család szolgálata. Európa ezeket az ősi értékeit a szemünk előtt tapossa sárba és gúnyolja ki. A párizsi olimpia kereszténygyalázó megnyitójában bemutatkoztak Európa új értékei. Bemutatkozott a szivárvány színű pogányság a maga gyomorforgató valóságában. A döbbeneten túl mi lehet erre a mi válaszunk? Köszönjük szépen, nem kérünk belőle. Ezzel szemben vannak olyan értékek és gyógyító szavaink, amelyeket, hogyha kimondunk, jó érzések áradnak szét bennünk. Számomra ilyen a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program nevének a kimondása. Azért is szeretem a Magyarok Kenyere programot, mert ez a program hordoz minden tőlünk nagyobb, magasabb célt. Ez a program magasra emeli Istent, magasra emeli a hazát, és felemel, gyógyít több tízezer magyar családot. Lássuk hát a vármegyei búzagyűjtő összeöntő napunkon, milyen kincseket találtam Tisza Szent Imrén, Isten, haza és a család hármas egységének a vonatkozásában. Szeretnék elnézést kérni, ha véletlenül hosszú lennék, a feleségem tanúsítja, hogy háromszor rövidítettem a beszédemen. Nézzük, hogy hogyan állunk itt Szent Imrén Istennel. Tisza Szent Imre az Árpád korban a templom építő Tomaj nemzetség birtoka volt, ki kezdettől fogva szorosan kötődtek államalapító István királyhoz, és ápolták annak keresztény örökségét. A tomajok ott küzdöttek első királyunk mellett, a Koppány melletti harcban, a tatárjárás alatt is. A tomajok által működtetett bencés apátsági templomot fedeztük fel a Magyar Nemzeti Múzeum régészeivel, és egyre több jel mutat arra, hogy a tatárjárás után Tomaj monostorának, mint vallási és gazdasági központnak jelentős szerepe volt a kunok keresztény hitre térítésében is.
Tudom, hogy nincs benne a programban, de szeretnék kérni egy tapsot a Világos Gábornak, a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ régészeti főigazgató helyettesének és kollégáinak, akik a tűző nyári napon küzdenek azért, hogy visszakapjuk a múltunkat. Tapsoljuk meg őket, itt vannak köztünk. Szent Imre első templomát is a tomajok építették a református templom helyén. Az első templom körül alakult ki a település mostani szerkezete, és a templom körül szilárdultak meg az utcák. Körülbelül 900 éve hangzik itt harangszó, Isten magasztalása, erkölcsi tanítás, közel 900 éve figyel Szent Imre népe egymásra, és a mindannyiunk fölött lévő Istenre. Büszke vagyok arra, hogy ebből az első ősi templomból megmaradt egy tégla, mint a településünk legrégebbi tárgya. Eltelt 800 év, 1924 nyaránál járunk. Szent Imre polgári község nagy döntés hozott, a hagyma kupolás templomtornyukat a nagykun református templomtornyok mintájára önkéntes adakozásból erkélyes, tűzkiáltó toronnyá alakítják át 1924-ben. Az átalakítás úgy valósulhatott meg, hogy a település lakói és földes urai 1924 nyarán 39 tonna búzát öntöttek össze, hogy ennek az összegéből finanszírozzák a toronynak az átépítését. A toronyórához a polgári község, az önkormányzat 9 tonna búzát, az erkélyhez Györgyei Ödön földbirtokos úr 2,4 tonna búzát, a toronygomb aranyozásához Székely András és neje 1 tonna búzát ajánlott fel, a harangokat 2 földbirtokos F. Nagy Imre 16,5 tonna és Váradi István 9,4 tonna búza adományából öntették. Hihetetlen az, hogy 100 évvel ezelőtt mennyivel nagyobb értéke volt a búzának. Elődeink elsődleges célja a torony átalakításával az volt, hogy a helyi tűzoltó egyesülettel együttműködve aratás és cséplés idején napi 24 órás tűzfigyelő szolgálatot tartsanak fenn, tűz esetén félreverve a harangot, ezzel figyelmeztetve a közösséget a közelgő tűz veszélyére. Az aratás és a cséplés hónapjaiban minden szentimrei portán kötelező volt dézsában vagy hordóban vizet tartani, köztünk hála Istennek, sokan élnek még olyanok, és itt is vannak ezen a találkozón, akik ezt az önkéntes tűzfigyelő szolgálatot fiatalként, gyermekként végezték. Elődeink másik célja az volt az átalakítással, hogy olyan tornyunk lehessen, mint a karcagi, tiszafüredi, kunhegyesi és a kunmadarasi református templomoké. Ezzel közösségünk kifejezte, hogy ezeket a városokat tartja példaképnek, Szent Imre hozzájuk akar felnőni. Úgy látom, ez az irány, ez a felnézés, ez a szándék, ez a tanulni akarás, ez a haladni akarás, ez a növekedni akarás azóta sem változott. Mit jelképez a Tisza Szent Imre református templom tornya? Jelképezi a vezetőink őrállói felelősségét a rájuk bízottak iránt, a mi felelősségünk őrködni és figyelmeztetni a közösséget a közelgő veszélyekre, jelképezi Szent Imre közösségének egymás iránti felelősségét, önzetlenségét, és jelképezi a Szent Imrei közösség összetartó erejét. Vajon véletlen műve az, hogy az első nagy Szent Imrei búza összeöntés pontosan 100 éve történt? Einstein szavai szerint a véletlen mindig az isteni akarat áruhában. Nézzünk, hogyan állunk itt a haza szolgálatával. No man est omen. Szent Imre a nevében hordozza a küldetését. Nevünkben hordozzuk államalapító István királyunk legszentebb reménységét, szeretetének tárgyát, Imre herceg nevét és emlékét. Vajon véletlen-e az, hogy az Árpád korban Szent Imrét körülvevő, azóta eltűnt települések Szent Jakab, Szent Kozma, Szent Damján és Ószent György római katolikus templomainak védőszentjei mind megtalálhatóak a több mint ezer esztendős magyar történelem
megkerülhetetlen erekéjén a Szent Koronán. Szent Imre nevében, múltjában, alapító atyáiban, őseiben hordozza hűségét a királyhoz, viszonyát a magyar hazához, viszonyát a Szent Koronához. Jó magam, a megválasztott képviselőkkel ebben a szellemiségben szeretnénk vezetni Tisza Szent Imrét. Nem akarom tovább feszíteni a húrt, de még Amerika elnevezéséhez is van köze a magyaroknak. Professzor dr. Hamza Gábor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA rendes tagja szerint az olasz utazó Amerigo Vespucci, mélyen hívő katolikus édesanyja, Nastagio Vespucci a középkori Itáliában is elterjedt Szent Imre kultusz hatására Sancta Americo adta fiának az Amerigo keresztnevet, akiről pedig Amerika lett elnevezve. Ezzel Franz Lobenberger és Albert Ronsin, neves német és francia történészek is egyetértenek. Ezt tudva magától értetődő, hogy Donald Trump globális stratégiai alkotó csapatában magyarok is dolgoznak, és bőségesen szállítják a szellemi muníciót. Végezetül pár szót hadd mondjak arról, hogyan állunk itt a családok szolgálatával. Hála ennek a napnak kutatásokat végeztem, és rájöttem, hogy Tisza Szent Imrén több száz éves múltra tekint vissza a búza összeöntése. Az egyház és a polgári település 1830-tól takarékmagtárat üzemeltetett Szent Imrén, ahová a lakosság elhelyezhette a megtermelt búzát, rozsot, árpát, kölest a rossz termést hozó évekre. Innen tudták segíteni, támogatni a település szegényeit és rászorulóit. Nem is csodálkozom azon, hogy ennek a szolidáris Szent Imrei lelkületnek a szellemiségében született egy helyi szólásmondás, melyre 2015 nyarán akadtam. A Tisza Szent Imrei Értéktár vezetőjeként helyi szólásokat gyűjtöttem, ott fedeztem fel egy kincset Fazekas Erzsébettől, tőle tudtam meg, tőle hallottam ezt a mondást, jut még Tisza bőre is. Mondogatták a Szent Imrei gazdák, amikor megtapasztalták a mindannyiunk fölött lévő álló Jóisten bőséges áldását az aranyló buzatáblák aratásakor. A fölöttünk álló Jóisten megadta nekünk, hogy az elmúlt években mi nem csak a Szent Imrei családok felé tudtunk szolgálni, hiszen egy segélyközpontot működtetve ebből az áldásból, ezekből az adományokból jutott Tisza bőre is, jutott a Vármegyénk szinte majdnem összes településére is, és bőségesen jutott a kárpátai magyarok megsegítésére is, hiszen 2,5 év alatt több mint 300 tonna segélyt tudtunk kijutatni a kárpátai magyarok megsegítésére. Összefoglalva a halottakat. A Magyarok Kenyere program és a Szent Imrei templomtorony átalakítás magasra emeli Istent, magasra emeli a hazát, és felemeli, gyógyítja a magyar családokat. Itt Szent Imrén hűséggel őrizzük őseink örökségét, hisszük, hogy jövünk a múltunk. Itt Szent Imrén elődeink mintájára szeretnénk áldás lenni a falubeli családoknak, áldás a Vármegyének, áldás a nagy magyar hazának is. Ehhez a küldetéshez kérném képviselő úr, elnök úr és a Vármegyénk minden vezetőjének a bölcs tanácsait és a bölcs segítségét is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönjük szépen a köszöntő szavakat. A következőkben pedig tisztelettel felkérem Horváth Vivien úrhölgyet, a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program programvezetőjét. Köszöntse a megjelenteket. Nagy tisztelettel köszöntök én is ma mindenkit. Köszönöm, hogy itt lehetek. Talán az elmúlt években is mondtam, hogy nekem az a megtisztelő feladatom, hogy járom az országot. Nem a jelenlegi határait tekintve, hanem a nagy Magyarországot. Körös körül. Ma már azt tudom mondani, hogy így augusztus elejére minden honfitársunkhoz eljutottam, és ennek az útnak nincs még vége, hiszen
az elmúlt évek számai azt a küldetést és azt a felelősséget is adták számunkra, számomra, hogy hirdessük a gyűjtés üzenetét, hiszen azok a szervezetek, akik számára az elmúlt években átadtuk az adományokat, liszt, kenyér, burgonya, vagy bármilyen más termék formájában, azok a szervezetek ma úgy, olyan biztonsággal tekintenek, úgy várják ezt az adományt, olyan biztosak benne, mint hogy másnap fel kell a nap. Tehát egy gyönyörű program egyrészt kötelezettség is számunkra, így én arra kérek mindenkit, hogy tartsa meg az előző éves jó szokásait, de azt is el kell mondanom, hogy programvezetőként két okból szoktam elindulni, és hagyom el, a számítógép nyújtotta biztonságot. Az egyik, hogyha valahova menni kell, és mondjuk úgy, hogy rendet kell tenni, irányt kell mutatni. A másik, ha valahova el lehet menni, és lehet együtt ünnepelni. Én a Jászságba ünnepelni jöttem ma, hiszen ez az a térség, amely számomra, a Magyarok Kenyere program számára mindig egy stabil és erős alapot biztosít. Így köszönöm szépen, hogy éltetik, és velünk együtt mozgatják a programot. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és nagyon jó ünneplést kívánok Önöknek. Köszönjük szépen. A következőkben a Margaréta Népdal és Hagyományőrző csoport műsora következik. Engedjék meg, hogy néhány szóban bemutassam a csoportot. Az elmúlt évek során sok-sok díjban, elismerésben és szakmai minősítésben részesült az Egyesület. A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége által előbb aranyminősítéssel, aranypáva díjjal rendelkeznek. Első alkalommal 1995. május 28-án kapott aranyfokozatot a kórus a Népzenei Együttesek Egyesületek Országos Minősítésén. A népdalkör sikereiben kiemelkedő szerepe van Muca Andrásnénak, a kórus vezetőjének. Neve összefort a magyar népzene, népdal és néphagyomány ápolásával. 35 éve a kör vezetője, 6 évtizede a település kulturális életének egyik főszervezője. Kérem, fogadják műsorukat nagy szeretettel. Szent Imrei tiszta búza, kihajlott az ország útra, még a fejét kis elhányta, páros galamb minden várta. Még a fejét kis elhányta, páros galamb minden várta. Búza közé szállt a dalos facsírta, mert oda fenn a szemeit kísírta. Búza virág, búza kalász árnyába, rá gondolt a régi első párjára. Búza virág, búza kalász árnyába, rá gondolt a régi első párjára. Túl a Tiszán learatták a búzát, a másik meg a ragyogó
csillagot. Egyik nézi szegedi szám a magot, a másik meg a ragyogó csillagot. Kimentem a sejem rétek a szárni, de nem tudtam én a rendet levárni, mert nem láttam a sok sárga virág. Babám, most váljunk el egymástól. Mert nem láttam a sok sárga virágtól. Régi babám, most váljunk el egymástól. Hey, haj, ne megyek az altörgre adatni. Ott fogok én sűrű rendet vágni. Sűrű a rend, gyöngy harmat az alja. Sej, haj, gyenge a babám karja nem bírja. Sűrű a rend, gyöngy harmat az alja. Sej, haj, gyenge a babám karja nem bírja. Köszönjük szépen a Margaréta Népdal és Hagyományőrző csoport műsorát. Egyébként még vissza fognak térni hozzánk, és még elkápráztatnak minket a fantasztikus produkciójukkal. A következőkben pedig szeretném tisztelettel felkérni F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő urat köszöntője megtartására. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Szent Imreiek, Újszentgyörgyiek, és ahogy látom, a környékbeli településekről nagyon sokan jöttek ide ma a Tiszatent Imrei sportpályára, amelyre méltán büszke lehet a település, hiszen kitűnő sportolói, kitűnő futballcsapata van, és nagyon komoly mérkőzéseket szoktak vívni itt a Tiszatent Imrei futballpályán. És nagy öröm számomra, hiszen a mai nap a 15 millió búzaszem a Magyarok Kenyere program részeként, és a délután folyamán pedig a Tiszaszent Imrei Újszentgyörgyi falunap programjait nézhetjük meg, amely a környék legszínvonalasabb települési falunapja, kulturális összejövetele. És hát a kedvencem, ami előttem lévő műsor, a Margaréta Népdalkör, amely kitűnő közössége ennek a településnek, és mindig színvonalas műsorral szokott mindannyiunknak szolgálni. Úgyhogy gratulálok nekik, gratulálok a Népdalkörnek és a Népdalkör vezetőjének, aki fáradhatatlanul viszi ezt a programot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tiszaszent Imre és Újszentgyörgy mindig példát tud mutatni. Példát tudott mutatni az elmúlt években, az elmúlt évtizedekben, hiszen Kocúrné Tóth Tibolya, mint egy jó osztályfőnök, mint egy jó tyúkanyó, kézbe vette ezt a települést, gardírozta, irányította és fejlesztette. És hiányozni fog már majd a falunapokon az, amikor polgármester asszony kihívott ide a színpadra, és mindig beszámolt arról, hogy mennyi minden történt, mennyi mindent építettek, újítottak, oldottak meg, de... És itt kezdődött a felsorolás, hogy mi az, ami melyik út maradt még el, mi az, amit fel kell újítani, mi az a feladat, amit a következő évben, években el kell végezni. De biztos vagyok benne, hogy ha nem is itt a színpadon, de mindig el fogja nekem mondani, hogy mi a feladat, mit kell elvégeznünk, és utódjának, Fodor Gusztávnak is segíteni fog abban, hogy Tiszaszent Imre és Újszentgyörgy úgy fejlődjön, ahogy eddig, vagy talán, hogyha még jobban ráér, akkor még jobban. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, egy csodálatos program kezdetén vagyunk itt, hiszen már ilyenkor a betakarítás, az aratás vége. Ilyenkor látták mindig évszázadokon keresztül a magyar gazdák, hogy milyen év elé néznek. Ha jó volt a termés, akkor bőséges esztendő elé néznek. Ha szűk és rossz, akkor tudták, hogy be kell húzni a nadrágszíjat,
akkor sanyarú eszendő elé néznek. Azt láthattuk, hogy ilyenkor, amikor jó termés volt, mindig volt mit ünnepelni. És amikor jó termés volt, akkor könnyű volt adakozni, könnyebb volt segíteni azoknak, akik rászorultak erre. De ha szűk esztendő volt, a magyar gazda akkor is segítette a rászorulókat, akkor is segítette azokat a szegényeket, akiknek hiányzott a szelet kenyér az asztalról. És ez az évszázados hagyomány a 21. században is, itt Magyarországon, az Alföldön, a Nagykunságban és a Tiszató közelében mindig él. Hiszen a magyar gazda jó szívű, ha van, ad. Ad a rászorulóknak. És nincs erről hivatalos statisztika, de pontosan tudom, hogy minden egyes esztendőben itt a Jász-Nagykun Szolnok megyei gazdák adják össze a legtöbb búzát a Magyarok Kenyere programra. Én gratulálok a gazdáknak, gratulálok az itt élőknek, és gratulálok a közösségnek, amely gondoskodik a rászorulókról. És tisztelt hölgyeim és uraim, úgyhogy én nem a szavak embere vagyok, mint Fodor Gusztáv polgármester úr, aki nagyon komoly beszédet mondott, hiszen a régészeti feltárásokról, ami szíve ügye, és a falu, a település fejlődéséről, ami szintén a szíve ügye, nagy szeretettel és örömmel beszél, de én már csak azt tudom önöknek kívánni, hogy ezekhez a programokhoz érezzék jól magukat, és ezen a falunapon a messziről jövők és a helyben lakók is szórakozzanak kedvükre. Mindenkinek jó szórakozást, szép napot kívánok! Felkérném dr. Berko Attila főispán urat, illetve Hubai Imre elnök urat, hogy fáradjanak ide fel a színpadra. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Tisztelettel köszöntöm Önöket, köszönöm szépen a meghívást. Polgármester asszony megjegyezte nekem, hogy most már másodszor, szerintem több egyszer, de ebben a formában valóban másodszor vagyok itt, hiszen a búza szentelő ünnepen is együtt ünnepelhettünk Önökkel. És köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek Önökkel, és gratulálok ehhez a rendezvényhez. Nyilván minden olyan dolgos és szorgos kézdek természetesen, aki ennek a megszervezésében, lebonyolításában, megvalósításában részt vesz, hiszen egy ilyen rendezvényhez nagyon sok segítség, nagyon sok szorgos kéz kell, úgyhogy gratulálok mindenkinek. Hozom természetesen a vármegye minden részéről a gratulációt, a köszönetet, hiszen azt látjuk, hogy évek óta fejlődik a program, a Magyarok Kenyere program az fejlődik, és talán soha nem fog megállni, ugye szoktuk érezni, hogy ki tudja, hol áll, de talán soha nem fog megállni a Magyarok Kenyere program, és még talán nem is látjuk azt, hogy milyen lehetőségek vannak ebben a programban. Hallottuk, hogy a Magyarok Kenyere program különböző tisztségeket, titulusokat, hiszen különböző jelzőket akasztunk most már rá, hiszen azt gondolom, hogy valóban egy olyan rendezvény, ami csak kizárólag hazánkban magyarokra jellemző rendezvénysorozat. De összességében azt gondolom, hogy minden jelzőnél és minden hozzátűzött pozitív jelzőhöz valamivel mindig egy kicsit több. És ez a kicsit több az mindig az a magyarság tudat, amivel az egész rendezvényt, az egész célját a rendezvénynek ezt áthatja, átítatja, és azt lehet éreznünk, hogy ez évről évre alkalomra erősebb és erősebb. Én azt kívánom mindenkinek, hogy ez a magyarság tudat, ez az erős érzés, az erős hazafisági érzés, ez mindannyiunkban jöjjön elő, kellő szinten helyezkedjen el a gondolataink, az érzéseink között. Természetesen mondhatnám azt, hogy a gazdákat hívom arra, hogy a programban vegyenek részt, de valahogy nem kell hívni a gazdákat, hanem a gazdák jönnek, hiszen azt mutatják az eredmények, hogy évek óta a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei gazdák azok, akik a legtöbbet adnak ebben a programba, és a legtöbben járulnak hozzá, de aki nem gazda, azokat is várjuk és hívjuk, és kérjük, hogy jöjjenek el, legyenek részei ennek a rendezvénynek, hiszen valóban érdemes itt lenni, és valóban én azt gondolom, hogy a feltöltődés mindenki számára. Képviselő úr említette a futballcsapatot, valóban arról szólnak a hírek, hogy véremenő rangadók mennek, de ha már futball,
akkor engedjenek meg egy saját élményt. Pár évvel ezelőtt részem lehetett abban, hogy a magyar szurkolókat végig kísérhettem egy Európa-bajnoki mérkőzésre, és a menet során az a rigmus, az a nóta szólt, hogy megjöttek a magyarok, húzzátok meg magatok. És ezt úgy nagyon jó volt hallani, de abban szeretném egy kicsit módosítani, hogy nem félni kell tőlünk, tehát ne húzzák meg magukat, hanem inkább azt kívánom mindenkinek, minden környező országnak, hogy tanuljanak tőlünk. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, és a mai rendezvényhez mindenkinek jó szórakozást kívánok. Isten áldását kérem önökre. Köszönjük szépen. Következőkben pedig tisztelettel felkérem Hubay Imre elnök urat, hogy mondja el köszöntőjét. Jó napot kívánok, kedves hölgyeim és uraim! Áldás békesség, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, köszöntöm egyházi előjáróinkat, köszöntöm világi előjáróinkat is, köszöntöm azokat a polgármestereket is, akiket megválasztottak a településeken lakók azért, hogy az életüket gondozzák, az életükön nem csak a Magyarok Kenyere program megvalósulása és a program alkalmai során, hanem a mindennapokban is segítsék az életüket, gondoskodjanak róluk. Köszöntöm azokat is, akik idén fogják lerakni a hivatalukat. Regnáló polgármesterként még tudnak a falujukért, városaikért tenni, de nyilvánvaló, hogy ettől az évtől kezdődően semmi nem lesz már olyan, mint amilyen volt korábban. Nem csak azért, mert vezetőket választunk, nem csak azért, mert az életünket meghatározó súlyos kérdések itt vannak a fejünk fölött, hanem azért is, mert Magyarországnak is, úgy, mint a Kárpát-medencében élő minden nemzetségnek, jövőt kellett választania. Jövőt kellett választania Európában, és jövőt kellett választania a nagyvilágban, hogy milyen sorsot kívánunk saját magunknak és utódainknak, gyermekeinknek. És hogy ez hogyan kötődik a Magyarok Kenyere programhoz, hogyan kötődik a polgármesterekhez, nézzünk csak szét, a polgármestereink között rendkívül sok gazdálkodó van. Azok a gazdálkodók, akik felelősséget vállalnak az emberekért, az élelmiszer, a mindennapi kenyér megtermelésével, a mindennapi munka, a mindennapi élet segítésével, a megélhetés, a lakhatás, a közlekedés, az oktatás, az egészségügy szervezésével is kifejezik, hogy jó gazdái, gondos gazdái a településnek. És bizony így választanak a településen lakók vezetőket maguknak, hogy érzik a tevékenységből, érzik a gyakorlatukból, hogy jó gazdái a településnek, jó gazdái ők, annak a lakosságnak, aki itt él. És itt van velünk Kunkapitány úr is, a hivatalban lévő, aki szintén jó gazdája kell, hogy legyen a nagykunságban élőknek, jó gazdája kell, hogy legyen az életünknek, az életünket érintő apróbb és nagyobb történéseknek, és bizony összeköttetésben a Jóistennel, összeköttetésben a településen élőkkel, immár olyan polgármesterünk is lesz október 1-től, aki szentelt, felszentelt ember, és az életét arra szentelte, hogy nem csak nekünk mutasson irányt, hanem ő maga is jó példával járjon előttünk. A Magyarok Kenyere program során a gazdálkodók is ennek a programnak vetik alá minden jótéteményüket, a lelküket, a szívüket, a tenyerüket, az izzadságukat gyúrják bele abba az adományba, amivel évről évre a rászorulókat segítő szervezeteken keresztül tízezrek, százezrek mindennapi kenyeréhez járulnak hozzá. És talán, aki messziről jön, rácsodálkozik Jászlikun-Szolnok vármegyére, hogy mitől ilyen erős a vármegyében élők adakozási hajlandósága. Miért nem kell Horváth Ivén asszonynak Jászlikun-Szolnok vármegyében varázspálcával noszogatni a gazdálkodókat azért, hogy adományaikkal segítsék ezt a programot? Hát azért, mert akik itt élnek, a Jászkunsában, a Jássában, a Nagykunsában, a Tiszazubban vagy Szolnok térségében, azok a génjeikben hordozzák azt a felelősséget, amit egymás iránt kell, hogy érezzünk, embertársaink iránt, ami keresztényi kötelezettségünk is. Úgy is mondhatjuk, hogy a Szent Isváni intelmekhez kötődő keresztény kultúrának, a gyökereinek, a hagyományainak a kötelességéből fakad. Itt hordozzuk magunkban, hogy segítsünk a rászorulókon, mindenkinek az asztalára jusson friss, mindennapi kenyér. És ehhez meg tudjuk termelni, mert képesek vagyunk rá, mert a földjeink termőek,
mert a Jóisten ege alatt nekünk is jutott hely, és bizony az ő kegyelméből megterem minden évben a magyarok betevője. És ebben az évben is így volt, és még hogy a kevés terem is a magyar gazdák, és különösen a Nagykunságban élő gazdák mindig odafigyelnek arra, hogy jusson mindenkinek, jusson annak is, aki szerényebb, aki szegényebb, akinek nincsen lehetősége, vagy mert idős, vagy mert beteg, vagy mert fáradt, nem tudja magának megtermelni a mindennapi betevőt, jusson számára is. Akik itt élnek, aki az a több mint 800 éves identitás, ami összeköt bennünket, és összeverbuválta a jászokat a nagykunokkal, és a Kárpát-medencében pont itt telepettünk le, ahol előttünk mindenki más éhen halt, ahonnan mindenkit elűzött vagy a nyári hőség, vagy a téli farkasordító hideg, vagy a Tisza árvize. Mi itt mindig meg tudtuk vetni a lábunkat, mindig meg tudtuk tartani a közösségeinket, és mindig meg tudtuk tartani az elesetteket is, és ez annak volt köszönhető, hogy szolidárisak, felelősséget érzünk egymás iránt. Szolidárisak vagyunk, és szolidárisak is maradunk, hiszen minden egyes szembúzában benne van a Jóisten képmása, a Jézus Krisztus képében, és ő az, aki megtanított bennünket arra, hogy hogyan termeljünk búzát, hogyan termeljünk mindennapi betevőt, és arra is megtanított bennünket, hogy ebben osztozni, ebben a kegyelemben osztozni mindenkit gazdagabbá tesz, és azzal, ha mi adunk, azzal nem szegényebbek, hanem gazdagabbak leszünk. Nagyon köszönöm minden Jász-Nagykun Szolnok vármegyei gazdatársamnak, aki ehhez a programhoz hozzájárult az adományaival és évről évre hozzájárul. Nagyon köszönöm a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának, különösen a falugazdászoknak, akik éltetik a programot és hozzájárulnak ahhoz, hogy a gazdák eljuttathassák jó időben, jó helyre az adományaikat. És köszönöm a búza begyűjtő pontok üzemeltetőinek, hogy hozzájárulnak ők is az önkéntességükkel ahhoz, hogy ez a búza jó helyre kerüljön, meg legyen óvva, meg legyen védve minden károsítótól, mielőtt liszté lesz szőrölve, és a Magyarok Kenyere programban kiosztásra kerül a rászorulókat segítő szervezetnek. Különösen köszönöm azoknak, akik a jelenlétükkel megtisztelték az adakozó kedvű gazdálkodókat, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara munkatársait és a MAGOSZ vezetőit, akik édesapám révén is nagyon sokat tesznek azért, hogy ennek a programnak mozgató, éltető ereje legyen országos, akár Kárpát-medencei szinten a Jászkunság gazdatársadalma. Isten hozta önöket, Isten áldja önöket, nagyon köszönjük az adakozást, nagyon köszönjük a jótéteményt, és minden rászoruló segítő szervezetnek, akik ennek a búzaadománynak a lisztjét majd a rászorulókhoz eljuttatják, akár abból kenyeret, kiflit, péksüteményt sütnek számukra, azt kívánom, hogy munkájukat kísérje a Jóisten bőséges áldása. Érezzék nagyon jól magukat, és köszönöm én magam is, hogy itt lehetek. Elnök úr, Főispán úr, köszönjük szépen a köszöntő szavakat. A következőkben pedig a Margaréta Népdal és Hagyományőrző Csoport előadásának második részét tekinthetik meg. Fogadják őket ismét nagy szeretettel. Sokat arattam a nyáron, keveset háltam az ágyon, hol erdőbe, hol mezőbe, hol a taló közepébe. Kihajlott a Szent Imrei útra, Szent Imrei legények aratják, babájukkal keresztbe rakatják. Szent Imrei legények aratják, babájukkal keresztbe rakatják. Zúga cséplő veregeti a búzát. Négy barlajány hordja el a péváját. Mind a négynek csupa bora ruhája. Rudas gyűlő legényett a babája. Este, mikor lemegy a nap az égről, négy barlajány haza sétál a géptől. Rudas gyűlő legény kíséri haza, páros csókkal várnak el a kapu.
hóba. Rudas gyűrő regény kíséri haza, páros csókkal várnak el a kapuba. Idéző úr, aki áll a gang alá, megnézi a somás kisjány, mit csinál. Dolgozik-e, vagy csak lopja a napot, vagy csak ingyen adja neki a babot. Intéző úr, kijön a búza földre, somás lányok hátra néznek férdünkbe. Hát a megyet elkárongotta magát, ijedtembe letakostam a búzát. Intéző úr, adjon Isten jó napot! Te néked is, somás kislány, mi bajod? Kitöltöttem a hosszú hat hónapot, adja másnak, intéző úr, a babot. Kitöltöttem a hosszú hat hónapot, adja másnak, intéző úr, a babot. Még a nap lefelé, a nagy horgány felé, haladnak a leányok, a napszámos kis járjok, a nagy horgány felé. Bémény a horgányba, lejül a szarmára, gondolkodik magában, mit tegyen vacsorára, kenyeret magába. Gondolkodik magában, mit tegyen vacsorára, kenyeret magába. Senki Szent Imrén megrakják a tűzet, körülállják a sumás regények, mosolyogva néznek ők egymásra, sejtelik az idő nem sokára. Mosolyogva néznek ők egymásra, sejtelik az idő nem sokára. Sej megy a vonat messze a határnak, megy a levél a kedves babámnak. Ne sír, babám, utánam hiába, sej letelik az idő nem sokára. Ne sír, babám, utánam hiába, sej letelik az idő nem sokára. Kedves vendégeink, vármegyénkben az elmúlt két hétben vártuk a búzaadományokat a 12 megyei gyűjtőpontunkra. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei gazdatársadalom minden évben élen jár a gyűjtésben. Ez idáig 159.975 kg búzaadomány érkezett a vármegyei gyűjtőpontokra. A nagykunságban idén is sokan támogatták adományaikkal a programot. Ezúton is szeretnénk mindenkinek megköszönni nagylelkű támogatását. A vármegyei búzaadománygyűjtés folyamatát ünnepségünkön a most érkező fogat szimbolizálja, a fogaton elhelyezett búzával megtöltött zsákok pedig az adományozó járási települések adományait jelképezik. A lovaskocsi hajtója Szappanos Tibor, aki a nagykunság regnáló kunkapitánya Barta Sándor közreműködésével érkezett hozzánk. A fogatot kísérő lovasok Tóth László Tiszaörsről és Cibi Máté Kisújszállásról, akik egy rövid kis műsorral készültek. Kérem, tekintsék meg bemutatójukat! Mint gyermek felém.
Köszönjük szépen. Ünnepségünket a búzaadományok összejöntésével folytatjuk. A búzaadományok összejöntése a vármegye gazdatársadalmának összetartozását és példátlan összefogását segítő szándékát is jelképezi. Felkérem Kocurné Tóti Bolyát és Fodor Gusztávot, hogy fáradjanak ki a színpad elé, és a búza összeöntéséhez vegyék magukhoz a búza adománnyal megtöltött zsákot. Kedves ünneplő gyülekezet! Mózes első könyvében az özönvíz története végén Isten ígéreteként ezt olvassuk. Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás. Az elmúlt évezredek során az emberiség megtapasztalhatta, hogy Isten az ígéreteit mindig megtartotta. És az itt jelenlévő szívüket, lelküket a földnek szentelő gazdák, mezőgazdasági szakemberek pedig évről évre megélhetik, hogy Isten áldása kíséri a kenyér útját, a föld megmunkálásától kezdve, míg az asztalunkra nem kerül. Van, hogy göröngyösebb ez az út, van, hogy napsütés ragyogja be. De áldás van rajta, mert Isten ígéretet tett. Soha ne feledjük el azonban, hogy amikor ajándékot kapunk, azt meg szoktuk köszönni. Így ne csak elkérjük Istentől a mindennapi kenyeret, hanem adjunk hálát is érte, azért, hogy Istenünk jó indulata mindig velünk maradjon. Amikor imára kulcsoljuk a kezünket, mondjuk ezt, Urunk és Istenünk, téged szolgálnak a szelek, a te követeid a nap és a hold, és dicsőségedet hirdetik az egek. Megöntözöd a hegyeket, a földeket. Alkotásaid gyümölcsével jól tartod a földet. Hálát adunk termőföldjeinkért, a nap melegéért, az esőért és a lágy fuvallatokért. Hálát adunk a munkások fáradozásáért, a vetésért és az aratásért. Hálát adunk neked, áld meg életünket, hogy hozzánk való jóságod megteremje szívünkben a hit gyümölcsét Jézus Krisztus nevében. A 90. Zsoltár szavaival kérjük Isten további áldását a jelenlévőkre,
és mindazokra, akik azon fáradoznak, hogy a magyar búzaszemek be tudják tölteni Istentől jövő rendeltetésüket, tápláljanak, éltessenek. Fordulj hozzánk, Uram! Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, legyen velünk Istenünknek az Úrnak jó indulata. Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá. Szálljon áldás a búzára és a gazda munkájára. Amen. Krisztusban szeretett testvéreim, az Isten hit és a keresztény értékrend alaján álló ember tudja, hogy minden ajándékot Istennek köszönhet. A teremtő és gondviselő Isten kezünkbe adta a világot, hogy gondozzuk, fejlesszük, gazdagítsuk, az emberiség javára használjuk, de ne kizsákmányoljuk. Martin Heidegger filozofus szerint az a baj a modern emberrel, hogy nem a lét pásztora, hanem a létezés ura akar lenni. A tapasztalat szerint az Istentől elszakadó, csak saját maga erejében bízó emberből hiányzik a hála és a köszönet. Szent Pál apostol viszont írja, adjatok hálát mindenért. A hála Isten minden áldásáért, a Jézus Krisztusba hívő ember legmarkánsabb jellemzője. Nem szabad engednünk ezért a hálátlanság lelkének, hogy megkeményítse a szívünket, és ne engedjük befagyasztani az Istennel és másokkal való kapcsolatunkat. Semmi sem tesz bennünket olyan hamar keserű, önző, elégedetlen emberekké, mint a hálátlan szív. Ugyanakkor semmi más nem állítja helyre az üdvösség feletti megelégedettség és öröm érzését, mint a szív valódi hálája. A hálás lelkület az örömteli keresztény ismertetőjele. Úgy tűnik, sohasem vagyunk megelégedve a javainkkal, legyünk akár gazdagok vagy szegények, betegek vagy egészségesek. Jó lenne, ha felismernénk, hogy mindent Istentől kaptunk. Dávid király így imádkozott. Tőled ered a gazdagság és a dicsőség, te uralkodsz mindenen. A te kezedben van az erő és a hatalom, a te kezed tehet bárkit naggyá és erőssé. Ezért hálát adunk neked, és dicsérjük a te fenséges nevedet. Kedves testvéreim, most, amikor megáldjuk a magyarok kenyeréhez összeöntött búzát, mi háladó szívvel köszönjük meg Istennek minden természetes és természet fölötti adományát. Könyörögjünk. Istenünk, aki a mennyet és a földet teremtetted, aki ránk ragyogtatod a napot és esőt adsz alkalmas időben, akinek hatalma alá van vetve a villámlás, mennydörgés, vihar és jég és minden zivatar, akinek jóságában bízva vetettük el a magot a földbe, aki megáldottad munkánkat és bőséges termést adtál, aki azt sem hajtod, hogy lelkünk éhezzen, akitől minden jó adomány származik, kérünk, irgalmazz nekünk és segíts minket, hogy jó téteményeidről soha meg ne feledkezzünk, hogy adományodat mindig üdvünkre használjuk, hogy jó sorsban soha el ne bizakodjunk, bal sorsban el ne csüggedjünk, hogy mint javat kezelői hivatásunkat mindig dicsőségedre töltsük be, hogy minden segítséget kérő embertársunkban a te szent fiadat ismerjük fel, hogy kenyerünket a szegényekkel testvéresen megosszuk, és kérünk, hogy családjainkat, házainkat, földünket, határainkat jóságosan megőrizzed, hogy mindig érezzük magunkon és munkánkon a te áldó kezedet, hogy minket, mint érett gyümölcsöt a te csűrödbe egykor összegyűjts. Amen. És kérünk, áld meg, és szenteld meg ezt az összeöntött búzát, ahogyan megáldottad és megszaporodottad az öt árpakenyeret a pusztában. Amen.
Jövő héten csütörtökön a Kárpát-medencei összeöntés ünnepén a betakarított és összegyűjtött búza jelképes egybeöntésére kerül majd sor. Az anyaországi vármegyék és az elszakított országrészek egy-egy zsák búzát küldenek az ünnepi rendezvényre, ahol népzenei műsorokkal kísérve vegyül szétválaszthatatlanul egybe a határon inneni és túli magyarság kezemunkája. Idén Somogy vár ad otthont a Kárpát-medencei összeöntés ünnepének 2024. augusztus 8-án. Minden esztendőben az adományként összegyűlt búzából mintegy 10 kg-ot kimérünk, mely a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei búzatermést és búzaadományt szimbolizálja majd a Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepén. Ezen búza mennyiség kimérésére tisztelettel felkérem Fodor Gusztáv urat. Szeretném megköszönni a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program kiemelt vármegyei támogatóinak önzetlen segítségét. Györfi Sándor Kossuth és Munkácsi díjas szobrász művész kis plasztikájával, valamint elismerő oklevéllel. A díjak átadására tisztelettel felkérem F. Kovács Sándor urat, dr. Berku Attila urat, Hubai Imre urat és Hubai Imre Csaba urat. Száll a lelkem égi szép madár, mint gyermek felébredtem, álmom erre vár. Hó alatt réved, de lassan ébred az élet, mindig zöld lesz a határ. Mész színű húz a táblán, mennyi kék virág. Oklevéllel szeretnénk kifejezni köszönetünket az önkormányzat részére, hogy ebben az évben a Magyarok Kenyere program egyik házigazda településeként, illetve minden évben búzaadományukkal támogatták programunkat. Az oklevelet átveszi Kocúrné Tóth Ibolya polgármesterasszony. Közel és messzi tájon régi nóta száll, az ünnep táján minden véka készen áll. Száll fején felhő, a gyermek felnő, és állást mond, miközben odaáll. Mert minden karisznyába kell... Tisztelettel kérem a színpadra Bekecs Mátyást. Mátyás családja mindig is gazdálkodott, birkát tartottak, növénytermesztéssel foglalkoztak. Műszaki menedzser végzettséget szerzett, majd az egyetem elvégzése után kezdett el igazán érdeklődni a gazdálkodás iránt. Többfelé megfordult a világban, ahol tapasztalatokat szerzett, és 2016-ban vette át a családi gazdálkodást. Aktív tagja a Vármegyei Fiatal Gazda Körök Szövetségének, minden évben hozzájáró búzával a Magyarok Kenyere program megvalósításához. Gratulálunk a díjhoz! Következő díjazottunk nincsen jelen a rendezvényünkön, de mindenféleképpen szeretnénk elmondani róla is néhány szót. Molnár Lajosról van szó. Tisza Szent Imrei gazdálkodó, családjával közel 40 éve foglalkozó búza, árpa, kukorica és napraforgó termesztéssel. A Magyarok Kenyere programot évek óta támogatja. Gratulálunk neki is a díjhoz.
Tisztelettel kérem a színpadra Soltész Andrást. András 1993 óta gazdálkodik szüleivel és testvérével 400 hektáron Tiszaszőlősön. Az agrármérnöki végzettség megszerzését követően a családi gazdaság mellett több mezőgazdasági vállalkozás szakmai irányítója, tanácsadóként ért el sikereket. Aktív résztvevőjévé formálójává vált a helyi és térségi agrártársadalomnak, közösségi életnek. 10 éve a Települési Agrárgazdasági Bizottság elnöke. Azóta nem csak minden évben búzával járul hozzá a Magyarok Kenyere program megvalósításához, de szervezi is a helyi gazdák adományozását. Gratulálunk a díjhoz! Urat kérünk szépen a színpadra. Péntek Lajos tiszaszentimrei gazdálkodó, évek óta aktív támogatója a Magyarok Kenyere programnak, gratulálunk neki is a díjhoz. Most újra száll a lelkem égi szép magán, mint gyermek felébredtem, álmom erre vár. Hó alatt réved, de lassan ébred az élet, mindig zöld lesz a határ. Mész színű húz a táblán, mennyi kék virág, napfényben megfürödtünk, vár a szép világ. Kérném szépen a színpadra Tóth Sándor urat, aki szintén tiszaszentimrei gazdálkodó és évek óta aktív támogatója a Magyarok Kenyere programnak. Gratulálunk neki is a díjhoz. Közel és messzi tájon régi nóta száll, az ünnep táján minden véka készen áll. Száll fején felhő, a gyermek felnő és állást mond, miközben odaáll. Mert minden karisznyába kell a jó kenyér, az otthon íze minden úton elkísér. Egy falat élet... Kérném szépen a színpadra Molnár Péter urat, aki kárpátaljai fiatal gazda és édesapja, református lelkész édesapjával aktív segítője a programnak. Annyi kiszélkérési szeretnék eltenni, hogy Rógy Péternek az édesapja, Molnár Rógy, református lelkész Kárpátalján, Verbőcön, az első növényvédelmi és biológiai tanfolyamot, ökológiai tanfolyamot a Verbőnci református templomba tartottuk 20 esztendővel ezelőtt. Akkor még Péter kisgyermek volt, és azóta a Verbőnc környéki gazdák biogazdálkodóként gazdálkodnak, és ezúton szeretnénk szimbolikusan a Péter jelenléten keresztül a Kárpát-medencei gazdáknak is átadni tiszteletünket és üdvözletünket ezzel a kis plasztikával. Következőkben Hubai Imre Csaba elnök úr egy kóhegyesi legénybotot ad át Szabó Endre igazgató úrnak. Ez annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy szülővárosom Kunhegyesnek a legénybot Olálajos barátom, néha Olálajos barátomnak a gyűjteményéből származik, és hungarikumként van nyilvántartva,
és úgy gondolom, hogy a Szabó Endre úr részére ez az átadás, ez egy szimbólum, hogy valamennyienket képvisel és segít a munkájával. Köszönöm szépen! Mint gyermek felébredtem, álmom erre vár. Hó alatt réved, de lassan éved. Gratulálunk minden díjazottnak! A Magyarok Kenyere Program ezévi vármegyei megvalósulásában végzett közreműködésükért és segítségükért a következő hölgyeknek egy virágcsokorral szeretnénk kifejezni köszönetünket. Kocúrné Tóth Ibolya polgármester asszonynak. Megfürödtünk vár a szép világ, vibrál az égbolt, de milyen szép. Nagy tiszteletű Fodor Csipes Anikó lelkészasszonynak. Horváth Vivien, programvezetőnek. Bári Ágnesnek, meg Iván polgármesterének. Barabásné Forgács Edith Kendeles polgármesterének. Vankóni Jekli Anikó, Kiszalov polgármesterének. Fotosné Ceglédi Zsuzsannának, Tiszadás polgármesterének. Balogh Mariannának, Kolmogoros polgármesterének. Soltészné Imre Edin asszonynak. Hubai Imre Csabáni asszonynak. És Mila Bernadett úrhölgynek. Összegyi egy búza a malmokba kerül, a megőrölt lisztből kenyerek és különféle péksütemények készülnek. A mai nap emlékére készített ünnepi kenyerek átadására felkérem Hubai Imre Csaba elnök urat, és akik pedig átveszik, Kocúrné Tóth Ibolya, F. Kovács Sándor, Dr. Bárkó Attila, Hubai Imre, Fodor Gusztáv, nagy tiszteletű Fodor Csipes Anikó, Veres Zoltán, ezek a Szabolcs és Bári Ágnes. Messzi tájon régi nóta száll, a
az ünnep táján minden véka kézen áll. Szál fején felhő, a gyermek felnő, és állást mond, miközben oda áll. Mert minden karisznyába kell a jó kenyér, az otthoni zemét minden úton elkísér. Egy falat élet itt van, ha kéred, és lásd, az angyal közben ide ér. Jászlókun Szolnok vármegyében hagyomány, hogy minden évben más vármegyei települések a Magyarok Kelnyere Program házigazdái. Az idei évben 4 házigazda település kiválasztására került sor, melyből Tomaj Monostora és Nagy Iván a mai napon átveszi ennek jelképét. Kocúrné Tóth Ibolya polgármesterasszony átadja Fazekas Szabolcs Tomaj Monostora polgármesterének a sütőlapátot. Örömmel adom át a sütőlapátot Fazekas Szabolcs Tomaj Monostora polgármesterének, akivel kimondani is sok, 18 éve dolgozunk együtt. Úgy gondolom példamutató, jó szomszédi, baráti kapcsolatot alakítottunk ki. Dolgoztunk együtt településeink boldogulásáért. Gratulálok polgármester úrnak a megválasztásához. Sok sikert kívánok, és öröm volt veled együtt dolgozni. Adhatok egy köszönet. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester asszony, tisztelt Magyarok Kenyere Program szervezői, nagy megtiszteltetés számunkra, hogy mi szervezhetjük a jövő évben ezt a színvonalas ünnepséget. Várunk mindenkit nagy szeretettel jövőre Tomaj Monostorán. Köszönjük szépen a bizalmat. Gyere. Jó. Köszönjük. Következőkben Kocúrné Tóth Ibolya polgármester asszony átadja Bári Ágnes Nagy Iván polgármesterének is a sütőlapátot. Örömmel adom át Bári Ágnes Nagy Iván polgármesterének, tehetséges, fiatal, igazi csapatjátékos kolléganőmnek. 5 éve dolgozunk együtt, megtisztelő volt vele együtt dolgozni. Gratulálok megválasztásához, sok sikert kívánok további munkájához. Köszönöm szépen polgármester asszonynak az elismerő szavakat, és nagy öröm számomra, hogy a jövő évi Magyarok Kenyere programnak a búza összeöntő helyszíne Nagy Iván település. Én polgármester asszonynak köszönöm az elmúlt 5 évben a segítségét, a tanácsait, és nagyon jó nyugdíjas éveket, nagyon jó egészséget kívánok a megérdemelt pihenéshez. Köszönöm. A Magyarok Kenyere Program keretében összegyűlt búzaadományok egy részét a szatmári malom őrli. Az általuk megőrölt lisztből kisült az új kenyér, melynek megszegésére tisztelettel szeretném felkérni Hubai Imre elnök urat. Thank you.
Thank you.